A Liu testvérek nagyon szoros kapcsolatot ápolnak egymással, Sanyi pedig fontosnak tartja, hogy az edzések mellett is segítse öccsét. A Groupama arénában egy különleges játékon vett részt a testvérpár, amely Ádó számára értékes nyereménnyel kecsegtetett. Sziasztok srácok, itt vagyunk a Groupama aréna előtt. Van nálam egy autókulcs, egy kocsikulcs és egy szikszalag, amit el fogok rejteni itt valahol az arénában, és az öcsémnek kell megkeresni ahhoz, hogy meg tudja kapni az új autóját. Gyertek velem! Ádó érkezése előtt Sanyi gyorsan mindent előkészített, de ebben most nem avatjuk bele nézőinket, legyen inkább titok. Ebben a pillanatban hívott Ádó, azt mondtuk neki, hogy interjúzok itt a Groupama arénába, és kérdezte már, hogy elkezdtük-e már, úgyhogy nagyon ideges, mert azt mondtuk, hogy külön fogjuk megcsinálni, és reméljük, hogy tényleg nem sejt semmit. Jó, ma itt vagyunk, én már végeztem. Jó van. Na, szia! Nem csuklott meg a hangom, ugye? Az a baj, hogy tudom, hogy mi a helyzet, és annyira izgatott vagyok, hogy megpróbálok profi lenni, egy igazi műsorvezető. Ide állj be! Nézd meg, így tartom a kezemet, ezt tudod milyen kéztartás? Ez a műsorvezetői kéztartás, mert most egy olyan dolgot találtunk itt a Fradival, hogy én fogom vezetni a műsort. Hát leszek verve. És én leszek interjúval. Le kell ugranod bungee jumping-gal a stadionnak a tetejéről. Az első kérdésem, hogy hány Fradi meccsen voltál kint eddig? Itt a Groupama arénában. Hát szerintem ilyen 4-5-ön már voltam. 4-5-ön voltál? Amióta friss fradista vagyok. És szerinted volt már olyan Fradi csarnok átadó, ahol megkaptad az új autódat? Hát na ilyen még nem volt. Főleg úgy, hogy bent van a pályán. Itt van bent a pályán, behoztuk neked ide. És nézd meg, sétált körbe. Bele szeretnél ülni? Hát ez erős. Elmondjak valamit? Na. Vagy kérdezzük inkább valamit, mik az első gondolatod, mit érzel most? Most boldog vagy? Meglepődtem, megmondom őszintén. Fogd meg a kormányt, azért jó érzés, nem? Elég smooth. Be lehet indítani? Be lehet indítani, de van benne egy kis csavar. Na. Hogy a kulcs az most nincs itt nálam. De egy fél időt kapsz meg arra, hogy megtaláld itt a stadionban a kulcsot. Induljon el, úgyhogy bármerre mehet. Induljon el, hogy a vaktában indulsz, és rajta van. Ha megtalálod, de akkor a tiéd. Nem embernél van. Nem embernél. Egy helyszínre. Én személyesen tettem el egy helyszínre. Akkor menjünk fel a izékbe, a skyboxokba. A skyboxba? Én szerintem ott az egyikben van. De valami hideg-meleget azért mondjál már, hogy mégis. Azért hideg-meleget. Hát persze. Hát figyelj, nem kell itt hideg-meleget mondani, tiéd az egész csarnok. De hogy tiéd az egész stadion, azt csinálsz, amit akarsz. Annyi segítséget tudok adni, na, ami a kocsiban van. Mert volt a kocsiban valami? Van a kocsiban valami, egy kis segítség. Figyelj már, ez üres. A csomagtartóban nincs semmi. Gyere ide! Eltelt az első 10 perc, ez lejárt. Keresek valami logót? Nem kell semmilyen logót se keresni, úgyhogy hoztam két kártyát, ami segíteni fog. Ez egy ilyen hideg-meleg játék, amit kértél, nem? Igen, ezt kérted, hogy egy ilyen kis segítséget adjak. A zöld az a jó irány, a lila az meg a rossz irány. Rendben? Most nem látom, melyik jelet mutatod. Most ezt mutatom neked. Ha végig megyek, akkor végig ezt mutatod? Hát azt nem tudom. Arra megyek. Most is végig? Már alakul? Elkezdett alakulni. Azért keresgélj, ne csak engem nézd. Tartsad, de tartsad ja, fel, így nem esik le. Nem? Itt van. Annyit ellenrólok, a helyszín, ahol van a kulcs, ott nagyon-nagyon kevesen jártak. 30 perced van még megtalálni a kulcsot. Nem jó, hogyha ennyiszer sétálsz a rossz irányban, túl sokáig tartom fent a lilát. De hát most se változtatsz. Most jó. És eddig zöld. Eddig zöld? Eddig. De hát, hogyha arra megyek. Erre zöld. Erre zöld? Erre zöld. Hát lerángatál negyedikről? Igen. Akkor erre. Ugye? Erre. Beraktad a lépcsőházba? Zöld. olyan forró zöld. Igen, is kódom. Hát ezt a kódot meg kell fejteni. Ezt nem egy ember tudja, úgyhogy felhívom, jó? Mit szólsz? Így járt, nem adsz egy kis segítséget nekünk? Az a kérdés, hogy a Fradival kapcsolatban milyen négyegyű kód lehet? Mit gondolkozz egy kicsit?
Figyelj, hát nem tudom, az autót, ajaj, az autót még ne vidd el, de lehet, hogy nagy szükségünk lenne a segítségedre. Szia Zoli! Tiszteltem. Na figyelj, akkor segítek egy kicsit, jó? Ez egy négyegyű kód valóban, és kettős kereszttel. Kettős kereszt? Kettős kereszt. Kettős kereszttel végződik? Nem, az a kezdődik. Második két számjegy az akkor, az, amikor legelőször versenyeztél junior világbajnokságon. Hány éves voltál akkor? Ennyi. Mi már most zöld? Már beviszel az izébe? És itt föl. Hát itt tényleg én is most járok először. Nagyon-nagyon kevesen voltak itt fent. Igen, már gyerekjáték. Ez ennyi. Zöld. 10 percet van arra, hogy megtaláld a kulcsot. De remélem nem kell felmászni. Az neked kell kideríteni. Ne induljál. Jövök veled, jó, és mutasd el inkább a kártyát, hogy zöld-e vagy nem. Majd megmutatom fent. Ennyit mászni, hallod? Valami szúrja a szememet. Mennyire szúrja a szemedet? Látom, azért jó oldadák tépelted még izé. Na muszáj, mondtam, hogy nem olyan egyszerű ezt az egészet megszerezni. Mi? Majdnem a legmagasabb pontja a stadionnak. És hogy ez volt a nyerőkulcs. Természetesen nincs más hátra, mint hogy Ádónak kellemes és biztonságos utat kívánjunk a vadonatúj autójával.